Az elmúlt években nagy port kavartak a velencei tavat érintő problémák, a túl kevés csapadék miatt a tóvize rekord alacsony szintre apadt, az oxigénhiány miatt pedig tömeges halpusztulások történtek. A politikusok, a szakemberek és a civilek egy része a vészharangot kongatta, különböző vízpótlási elképzelések láttak napvilágot. Idén Csonki István, a Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetőjeként munkatársaival együtt folyamatosan vizsgálja a tóvízháztartásának állapotát, és megerősítette, nincs ok az aggodalomra, a rekordhőség ellenére jó állapotban van a tó. Tartósan meleg időszakunk van, és úgy néz ki, hogy még a július is így fog kimenni. Ez nagyon magas vízhőmérséklettel jár, hiszen ma reggel 7 órakor 30,2 Celsius fokot mértünk, és gyakorlatilag a teljes vízréteg át van melegedve. Ez egy rendkívüli nagy meleg, és hát a vízhőmérsékleten is érződik. A vízminőség gyakorlatilag mindenütt megfelelő. Folyamatosan mérjük a tó 4 pontján, hetente rendszerességgel mérjük, egész napos felméréseink vannak, illetve vízgyűjtő területről is részletes adataink vannak. Nincsen semmiféle probléma a vízminőséggel. A tó vendégei aggodalmuknak adtak hangot, hogy megindult az algásodás, ami kérdéseket vett fel. A szakember hangsúlyozta, semmiféle egészségkárosító hatása nincs az algának. Érdekes jelenség zajlik le most már tavaly óta a velencei tónál, hiszen megjelent egy olyan újfajta alga, ami teljesen ártalmatlan, egy pikóalga, ami néha a víznek az elszíneződését okozza, ennek semmiféle egészségkárosító hatása nincsen. Gyakorlatilag a sekély-sziki meleg tavakba szokott megjelenni, nem a tározókból jött és a velencei tóba sem volt, ezért most éppen felvettük a kapcsolatot a Tihanyi Limnológiai Intézettel, aki most már rendszeresen segít nekünk ebben a vizsgálatba. Ők folyamatosan itt vannak, ellenőrzik, és nézik ezt a fajta algaváltozást, ami a velencei tóba történt. A velencei tó és agglomerációs övezetének kulcskérdése a vízpótlás, ahogy azt az elmúlt években megtapasztalhattuk. A mostani főszezonban jól áll a tó, jelenleg 132 cm-t mutat az agárdi vízmérce. Ez a vízmagasság az ökológiai feltételeket már kielégíti, a fertő, vagyis a tómedence nyugati sekélyebb és vízi növényekkel benőtt területe is víz alatt áll. A vízpótlás nagyon fontos volt a velencei tó életébe, hiszen most 132 cm a velencei tó, és a tavaly évvégén elkezdődött vízpótlás, ami májusig tartott, és a két tározó teljes leürítését jelentette, ez 31 cm-t jelentett a tóba. Tehát ha nem lett volna két tározónk, akkor most 100 cm lenne, ami sokkal kritikusabb lenne a helyzetben. A két tározónak pedig elindult a tervezése, a felújításának a tervezése. Már túl vagyunk a geodéziai és talajmechanikai vizsgálatokon, most pillanatnyilag már a kivitelvele előkészítései vannak. Szintén jó hír, hogy a nádas területek önmagában nem csökkentek, a magas vízállás hatására regenerálódtak, eltűntek a szikes foltok, visszaállt a régi rend, ami a tó egyharmadának területét jelenti.